Next Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Lantai Tamás, azaz Max. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Max Rádió hallgatót. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Lantai Tamást, azaz Max-et halljátok, és egy különleges vendégem van a mai napon, a Selyemgyár kulturális negyed Mohácson, bizony-bizony. Szóval ennek a bizonyos kulturális negyednek a házi asszonyát köszöntöm a vonalban, Hensz Juditot. Szia! Sziasztok, szervusztok, köszöntök minden kedves hallgatót! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, és itt vagy, és arra kérlek, hogy először egy pár szót mesélj a Selyemgyárról, hiszen amikor én először hallottam Mohácson a Selyemgyárról, akkor én tényleg nem tudtam, hogy mi az. Ez az én szegénységi bizonyítványom, pedig imádom Mohácsot, de hát Mohácsról mit hallunk? Hát a busolyárást halljuk. Na, ezen kívül gyakorlatilag szinte semmit, ám de amikor megláttam azt, hogy van egy álomszép épület, nem csak egy, hanem több épület, szóval a Selyemgyár kulturális negyed, akkor rájöttem, hogy basszus, hát erről nekem tudnom kellett volna már. Szóval, mi is ez a Selyemgyár, Judit? Kérlek szépen, 2021 júniusában került átadásra intézményünk Mohácson, amely, ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy régi gyárépületből átalakult exkluzív rendezvényhelyszín, ami ugye közvetlenül itt van a Dunaparton. Van egy gyönyörű, csodás, elegáns rendezvénytermünk, amely hát ugye egyedi kilátást kínál mind a Dunára, mind pedig a városra. Kiválóan alkalmas akár 250-300 vendég fogadására is, úgyhogy el tudjátok képzelni, hogy milyen monumentális méretekkel rendelkezik. Így azt szoktuk mondani, hogy valóban ugye méltó helyszíne lehet azoknak, akik nagyot mernek álmodni. Igazából ideális helyszíne, akár egy esküvőnek, bálnak, céges rendezvénynek, de amit én ma szeretnék nektek elmondani, és szeretnék kiemelni, az az egyik fő profilunk az esküvő. No, hát akkor az esküvőkről egy kicsit beszélgessünk, hogy egy ilyen esküvő megszervezése hogy zajlik? Mi az, amire fontos odafigyelni konkrétan akár neked, akár az ifjú párnak? Mm-hmm. Így van. Hát a tapasztalatom azt mutatja, hogy az elmúlt pár évben igencsak átalakult egy esküvőnek a megszervezése. Ugye régen elég volt 6 hónap arra, hogy megszervezzünk egy esküvőt. Most meg már a párok előre egy másfél évvel elkezdik a szervezést és a nézelődést. Ha például valakinek megkérik, mondjuk válasszunk egy olyan napot, a Valentin napon megkérik a kezét, és még abban az évben szeretnének összeházasodni a fiatalok, hát sajnos szembesülnek azzal, hogy a helyszínek és a szolgáltatóknak szinte a 98%-a már foglalt. Így, hogyha például ragaszkodnak egy bizonyos helyszínhez, vagy mondjuk egy fotóshoz, vagy videóshoz, hát akkor valószínű, hogy várniuk kell még egy évet. És talán az első és a legfontosabb, amit az előbb is említettem, az maga a helyszín, a helyszínek a kiválasztása és a lefoglalása, és azt követően pedig érdemes lefoglalni a többi szolgáltatót is. Gondolok itt ugye a cateringre, a fotóvideóra, a zenészre, a dekorációra, a virágosra, a cukrászra, a sminkesre, illetve esetleg ceremóniamester, hogyha a pár szeretne. És az a tapasztalatom, hogy sok extra szolgáltatással is bővült már ez a szakma. Gondolok itt a selfie box bérlésre, autóbérlésre, egyéb látványelem bérlésére, táncoktatás esetleg, illetve egyre elterjedtek, hogy a párok szertartásvezetőt is fogadnak fel. Hát azért nem semmi, hol tartunk 2023-ban. Na de nézzük meg gyakorlatilag, hogyha tegyük föl, hogy megkeres téged egy érdeklődő pár, hogy esküvő helyszínt keresnek, és konkrétan ajánljál neki egy jó esküvő helyszínt, akkor ennek az egész hercehúcának, hogy csúnyán fogalmazok, mi a menete? Hát első körben, és ez az általános, hogy a weboldalunkon keresztül kérnek tőlünk egy ajánlatot, aminek a kiküldése után ugye sor kerül a személyes találkozóra, ahol átbeszéljük a terembélésnek a menetét, a szolgáltatásainkat, és persze együtt körbe járjuk a helyszínt. Na, időlel el minden, hiszen a menyasszony azonnal beleképzeli magát ebbe a terembe,
két perc alatt látja, hogy ez hogy kinézni, hol lesz a főasztal, és hát ugye ami a legfontosabb, magukat is beleképzeli ebbe a terembe, hogy hogy fog kinézni majd, amikor bevonulnak, illetve majd, amikor táncolnak. Most az az igazság, hogy a mi rendezvény helyszínünknek ez a csodálatos terme a monumentális méreteivel és ezzel az egyedi letisztult eleganciájával igen hatásos benyomást kelt, és valóban úgy gondolom, hogy tökéletes helyszíne egy esküvőnek. Persze akad arra is példa, hogy valaki megtalál bennünket a közösségi médiában, vagy a Google-ben keresgélve, és szerelem első látásra, ott akkor azonnal lefoglal bennünket úgy, hogy még nem is találkoztunk. Hát akkor menjünk tovább, és nézzük a helyszínbérlést, hiszen ha valaki azt mondja, hogy oké, akkor lefoglalja a selyemgyárba Mohácson a helyszínt, akkor felmerül a kérdés, hogy annyi rendezvény helyszín van, de Judit, mi az, amiben ti mások vagytok? Hát a személyes találkozó során, amikor átbeszéljük, hogyan is néz ki nálunk egy lakodalom, az első, amit mindig kiemelünk, hogy nálunk adott a catering szolgáltatás. Így ugye azt már külön a párnak nem kell keresgélni, hiszen ráadásul mi a legjobbat hoztuk el számukra, a teleki cateringet. A környékünkön ők azok, akik tényleg valóban professzionális szakmai háttérrel és a legkiválóbb ételekkel látják el a vendégeket. A következő, amit kiemelnék, az a rendezvényszervezői támogatás. Hát ez az egyik erősségünk, hiszen általában, hogyha megnézed, a rendezvény helyszíneken nem igazán találkozol ilyen személlyel. Nekünk ugye a munkánk már elkezdődik ott, amikor először találkozunk a párral, és végigkísérjük az egész szervezést. Segítünk a szolgáltatók kiválasztásába, hiszen rengeteg szolgáltatóval állunk kapcsolatba, így is segítve a párokat abban, hogy mondjuk a számukra a legmegfelelőbb személy fotózza, vagy a legjobb cukrász készítse el a mennyasszonyi tortát. Mindezek mellett átbeszéljük ugye a nap forgatókönyvét is együtt. Az a tapasztalatom, hogy ez egy nagyon fontos momentum ennek az egésznek, mert sok fiatal nem is igazán tudja egy esküvő menetét, az esetleges hagyományokat, vagy hogy mire kell odafigyelni. Az esküvő egész ideje alatt jelen vagyunk, és a háttérben támogatjuk a fiataloknak a nagy napját, vagyis mondhatom azt, hogy mi a tervezéstől segítünk az előkészületeken át a lebonyolításig. Szívesen adunk tanácsot dekorációban is, és tapasztalt kollégánk, ha kell, akár előkészíti az egész helyszínt is. Mivel a terem már magában is gyönyörű, ezért én mindig kiemelem, hogy nálunk nagyon sokat lehet spórolni a dekoráció. Mert ugye csodásan fest a terem, nálunk nem kell takargatni semmit, nincsen szükség térdekorációra, és nálunk például tartalmazza a terembérleti díj, a székszoknyát és a textilszalvétát is. Hát azért nem semmi, így belegondoltam egy kicsit abban. Nem mintha nősülni vágynék, mert köszönöm szépen, én már egyszer voltam házas, és köszönöm szépen, elég volt. De hát de ha esetleg vannak... mégis akkor tudod, hogy hol keres. Így van, így van. Meg egyébként egy csomó más rendezvény helyszínre is nagyon jó a selyemgyár. Na mindegy, menjünk tovább. Egy kicsit nézzük meg azt, hogy a párnak milyen plusz szolgáltatásokat nyújtotok ti. Mindig az egyedi igényeket vesszük figyelembe, amikor berendezzük a termet, mert ugye hát minden esküvő más is más, és ennek a kitalálásában is segítünk a párnak. Nálunk a terembérlet tartalmaz minden berendezést, minden étkezéshez szükséges eszközt, vagyis nincsenek rejtett vagy plusz költségeink. Amit szeretnék kiemelni, az a biztonsági személyzet, hiszen nálunk ilyen személyzet is támogatja a rendezvényt, hogy ugye semmi ne zavarhassa meg mind a ceremóniát, mind pedig az azt követő lakodalmat, és fontos számunkra, hogy mind a pár, mind pedig a meghívott vendégek mindig maximálisan ki legyenek szolgálva, és ugye minden esetben jól érezzük magukat, ezért egy apró részletre is oda szoktunk figyelni, mégpedig arra, hogy az esküvő ideje alatt nálunk végig takarító személyzet is jelen van. Mindig, minden esetben az elmúlt másfél évben, amikor rendezvény volt nálunk, mindig pozitív visszajelzést kaptunk arról, hogy milyen jó, hogy éjjel egykor ugyanolyan gyönyörű tiszta a mosdó, mint délután négykor. Úgyhogy ezt is kiemelném plusz szolgáltatásként. És ami még fontos lehet, hogy tartozik hozzánk egy kültéri játszótér, illetve egy beltéri játszóház is,
ezért a gyermekes családok is szabadon szórakozhatnak és ünnepelhetnek nálunk. Nem mondod komolyan, hogy van nálatok bent is egy játszóház, meg még kint egy játszótér a gyerekeknek. Hát ez hatalmas. Igen. Az udvarban van egy csodás kültéri játszótérünk, és mindjárt a főépülettel szembe azt kell mondjam, hogy nagyjából 20-at kell lépni a gyerekeknek, és már is egy nagyon csodás játszóházba találják magukat. Ez mindig nagyon jó, a szülők nagyon szeretik, mert ugye kicsit szabadabban tudnak ők is szórakozni. Zseniális. No, és akkor nézzük meg azt, hogy mi van akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy nem, ő nem a templomban vagy a házasságkötő teremben szeretne házasodni, hanem az egész esküvőt, a szertartást is nálatok szeretné megrendezni. Semmi akadálya. Szerencsére van hely bőven, szoktam mondani. Így igény szerint megtartható nálunk a szertartás is. Ehhez mi biztosítunk minden technikai eszközt, és ennek nincsen külön felára. Kérhető állófogadás, pezsgős kocintás, tényleg próbálunk minden kérésnek eleget tenni, de van egy extra szolgáltatásunk is, hogyha valaki kisebb ceremóniában gondolkodik, akkor a cég csoportunkhoz tartozik egy 50 főt befogadó kirándulóhajó, ami ugye itt föl le tud menni a Dunán, és ott is megtartható, hogyha valaki egy különleges ceremóniát szeretne. Hát azért ez nem semmi, hogy még egy hajótok is van. Hát ez, na. Igen. No. Igen, még egy hajónk is van. Oké. Esküszöm nem kötözködésből, de mi a helyzet akkor, hogyha valaki messziről jön, és azt mondja, hogy oké, nekem nagyon tetszik ez a selyemgyár, de hát baromi messze van. No, őnekik mit ajánlotok? Hát én szerencsésnek tartom magunkat, hiszen valójában egy komplex szolgáltatást tudunk nyújtani a minket megkereső párok részére, akár azoknak a pároknak is, akik messziről keresnek fel bennünket, hiszen rendezvény, helyszín és szállás kombinációjában tudjuk ezt a komplex szolgáltatást nyújtani, ugyanis tőlünk mindössze 5 perc sétára található a Szent János Hotel, a város egyetlen és legnagyobb szállodája, amely ugye biztosítja a meghívott vendégek számára a nyugodt pihenést, és maximálisan ki tudja szolgálni minden párnak az igényeit is. Megfogtál. Tényleg, nem tudtam belekötni. Hát ez van. Nem. Egyébként nem akartam abszolút kötözködni. No, végezetül egy kicsikét arról beszéljünk az emberi oldaláról, hogy azoknak a pároknak, akik most állnak a helyszín kiválasztása előtt, te, mint ugye szerintem el lehet mondani, házas vagy. Szóval mit tanácsolsz azoknak, akik most állnak ott, hogy még nincs meg a helyszín, de keresgélnek? Én azt mondanám, hogy a helyszín az ugye az esküvők alfája és omegája. Meghatározza ennek az egész napnak a stílusát, a tematikáját, és hát hatással van valamennyi teendőre, és hát legyünk őszinték, általában az egyik legnagyobb tétel az esküvői számlám. Ezért én kiemelt fontosnak tartom, hogy melyik helyszínre esik a választás. Mindent figyelembe kell venni. Figyelembe kell venni, hogy mennyi főt tud befogadni ez a helyszín. Mit tartalmaz a bérleti díja, van-e catering szolgáltatás, és hogy van-e rendezvényszervezői szolgáltatás. Azt kell, hogy mondjam, és azt szeretném mondani, hogy mi mindezt nyújtjuk a minket megkeresők számára, így hogyha tökéletes esküvőre vágytok egy tökéletes helyszínen, egy profi csapattal, akkor én nagyon-nagyon sok szeretettel várok mindenkit Mohácson, a saját kultúrális negyedben. Megért a kedvem hozzátok, na, nem esküvő, nem, hanem egyáltalán a selyemgyár. Én el fogok látogatni hozzátok, és körül fogok nézni. Megnézem azt a játszóteret is, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, meg úgy egyáltalán az egésznek a feelingjét, hiszen én azt gondolom, hogy ezt leginkább úgy könnyű eldönteni, hogyha az ember oda megy, és megnézi. És persze tudom, lehet videó, meg annyi minden lehetőség van, meg fényképeket lehet nézni a honlapotokon is, de azt gondolom, hogy a legjobb az még mindig az, amikor elmegyünk oda személyesen, például találkozunk veled, veletek, és leülünk beszélgetni. Gondolom, hogy úgy zajlik, hogy megmutatjátok a helyszínt, hogy na, tényleg körül lehet nézni, stb., hogy mesélted is, és akkor gyakorlatilag a döntés az úgy már sokkal könnyebb, hogyha az emberi test közelből látja az egészet. Hát, Judit, nagyon nagy élmény lehet ott dolgozni, nem?
Megmondom őszintén, hogy itt szintén ki szeretném emelni, nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy én lehetek ennek az egésznek a háziasszonya. Nagyon szeretem, ezt a munkát, és nagyon szeretem ezt a helyet. Szeretem az emberek arcát nézni, amikor eljönnek hozzánk is, megnézik, és a legfontosabb pillanat, amikor kinyitom azt a dupla ajtót, és belépünk együtt ebbe a csodás, exkluzív rendezvényterembe, és meg kell mondjam, hogy az első 5-8 perc nagyjából azzal telik, hogy a fiatalok, wow, húha, azta, ezt nézd, általában ezt is szoktam is hagyni, hogy ők ezt az 5-8-10 percet kielvezzék, amíg ők ebben a teremben. Persze, amit említettem is, a mennyasszony az már azonnal mindent, hogy mi, hol lesz a főasztal, ő hol lesz, hol fognak táncolni, ez teljesen rendben van, és tavaly 25 esküvőt tartottunk itt, ugye tavaly volt az első év, hogy részt vettünk mi is az esküvő szezonba, és mondhatom azt, hogy mindegyikük nagyon boldogan és pozitívan zárta le azt a nagy napot, úgyhogy hát igen, én mindenkit nagyon sok szeretettel várok itt, hogy még több ilyen pozitív arcot láthassak, amikor kinyitom azt a dupla ajtót. Biztos vagyok benne, hogy a te lelkednek is ez nagyon jó. Kedves Max Rádió hallgatók, az elmúlt percekben a Selyemgyár kulturális negyed, amely Mohácson található, tessék megjegyezni, szóval a Selyemgyár háziasszonya Hentz Judit volt a vendégem. Judit, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm szépen, és mindenkinek csodás napot kívánok. Mi is ezt kívánjuk neked. Szia-szia! Sziasztok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Yeah! Ez a Max, a kedvenc online rádióm.